Idén a világhálón és telefonon tehetik fel kérdéseiket a társasházak képviselői vagy lakói, azzal kapcsolatban, hogy milyen tűzmegelőzési szabályok vonatkoznak a lakó környezetükre, hogyan erősíthetik közvetlen környezetük biztonságát. A háromnapos fórumon a kirendeltségek, így a nyíregyházi katasztrófavédelmi kirendeltség is nagy hangsúlyt fektet az országos tűzmegelőzési szabályzat előírásainak megismertetésére is. Nagyon sok mindent fognak majd elmondani a kollégáim. Az előző évek tapasztalatai alapján viszont elmondható, hogy a résztvevőket elsősorban az érdekli, hogy hogyan és mit lehet tárolni a lépcsőházban, a társasházi folyosókon. Kiemelni, hogy a közlekedőket, a lépcsőházakat nem tárolási célra tervezték, hanem közlekedésre. Egy-egy ott tárolt eszköz, akár bútor, babakocsi, vagy éppen kerékpárok akadályozhatják baj esetén a menekülést, valamint a tűzoltói beavatkozást is. A közlekedők, folyosók tűzvédelmi szempontból kiemelt szereppel bírnak, hiszen menekülési útvonalat is jelentenek. Nyilvánvaló, hogy tűz vagy más katasztrófa esetén, esetleg füstelterített vagy elsötétült lépcsőházakban, az ott lakók és a tűzoltók is nehezen mozognak a sűrűn berendezett közösségi terekben. Alapjában véve virágot szabad kihelyezni a folyosóra, ha az elég széles és a növény nem szűkíti le a menekülési útvonalat. A Társasházak napja című online konzultáció egyik kiemelt célja, hogy a társasházak lakóközösségei széleskörű tájékoztatást kapjanak a tűz megelőzési, köztük a tárolási szabályokról. A rendezvény sorozat kiemelten foglalkozik a kémények használatára és a gázkészülékek felülvizsgálatára vonatkozó szabályokkal. A lakásokon belüli villamos berendezések felülvizsgálatának fontosságával, a tárolási szabályokkal, a napelemrendszerek megfelelő kivitelezésével, a kéményseprő ipari tevékenységgel kapcsolatos tudnivalókkal és természetesen a helyi tapasztalatokkal, sajátosságokkal. Fontos az elektromos berendezések, hálózatok tűzvédelmi, időszakos felülvizsgálata is. Például osztatlan közös részeken, területeken a felülvizsgálatot a közös képviselőnek kell megrendelnie. Többek között ezt és ehhez hasonló információkat is hallhatnak az érdeklődők. A nyíregyházi katasztrófavédelmi kirendeltséget lehet keresni hasonló témákban, hiszen a Társasházak napja címmel tartott online konzultáció keretén belül telefonon és e-mailben is várják a témával kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a szakemberek, egyrészt a lakóktól is és a közös képviselőktől is. A nyíregyházi kirendeltséget a nyiregyhaza.kir@katvet.gov.hu e-mail címen a nap bármely órájában kereshetik az érdeklődők, illetve november 24-én és 25-én, azaz szerdán és csütörtökön, reggel 7:30 és délután 4 óra között. 26-án pénteken pedig délután 13:30-ig hívhatják a 42-404-444-es telefonszámot. Fontos tudnivaló, hogy a katasztrófavédelem.hu oldalon a témával kapcsolatos tűzvédelmi tesztet is találnak, mely újabb ismereteket nyújt a biztonsághoz.